Köszöntöm a nézőket, most Brajer Péter helyett itt ülök ezen a széken, és a heti szakaszról fogok beszélni pár gondolatot. Hát Mózes 5. könyvében vagyunk éppen, már vége felé a könyvnek. Softim heti szakasz, ami azt jelenti, hogy bírák. És az utolsó könyvben Mózes az igencsak fiatal zsidó népet próbálja irányítani, hogy merre menjenek a Szentföldön, lelkiekben is, hiszen ne felejtjük azt el, hogy az a nép, az a közösség, amelyik ott áll a Szentföld határán, ők fiatalok, hiszen ők az a generáció, akik már sivatagba születtek meg, tehát 40 évnél fiatalabbak. És tanít nekik rengeteg dolgot, erkölcsi, etikai, polgárjog, büntetőjog, Mózes mindenről beszél ebben a heti szakaszban. Maga, ahogy elkezdődik, Softim ve Sotrim, Titen lechabe kolsár réchabe, azt jelenti, hogy bírákat és rendfelügyelőket tegyél minden kaputban. Ez azt jelenti, a kommentátorok szerint, hogy gyakorlatilag minden városban legyen egy olyan közösség, olyan csapat, amelyik vigyáz a népre, vigyáz a jogra, mert jog nélkül, polgárs büntető jog nélkül anarchia lesz. És tudta Mózes pontosan, hogy ha nincsen adott rend, nincsen normális felügyelet, ha nincsen közbiztonság, ott egyszer nem lehet élni. Ez egy olyan parancsolat lett, ez a bírák és rendfelügyelők, amikre azt mondták a Talmud bölcsei, hogy egyike azon 7 törvénynek, amelyik nem csak a zsidókra vonatkozik a Tórából, az egész világra. Az minden kaputba, bárhol is legyél ebbe a világban, legyenek bírák és rendfelügyelők. Tehát kell a rend mindenképp, ez nagyon fontos élmény, az ember biztonságban van, a gyerekei biztonságban tudja. De mindemellett azért nem csak a bíráskodás meg a rendőrségről van szó, hanem van 2 olyan törvény, amiről még szeretnék beszélni. Az egyik, amelyik úgy hangzik, hogy hogyha akarsz magadnak királyt, akkor válsz magadnak királyt. Ez érdekes törvény a Tórának, hiszen nincs király a Tórában gyakorlatilag. Van Mózes, és a zsidó népnek nagyon sokáig nem volt királya, az első király lett Saul, majd Dávid, majd Salamon, de a Tóra nem egy idealizált képet vedít előre, hogy igen, a zsidó nép egy tökéletes nép, demokráciában él, és törvények vannak, és vallási bíróság van, hanem az is lehetséges, hogy a nép, a zsidó nép néz balra, néz jobbra, és azt mondja, hogy kérem szépen, balra van király, jobbra van király, szeretnék egy királyt. Csak azt mondta a Tóra, hogy akar királyt a nép, lesz mindig egy vallási vezető, egy próféta, akkor jelölje ki a királyt, de a király nem egy olyan teljhatalmú úr, mint sok más ókori vagy középkori kultúrában, a király egy kvázi szolgává fog válni, amelyik azt jelenti, hogy pontosan előírja a törvény azt, a Tóra azt, hogy hány lova lehet neki, milyen vagyona lehet neki, sőt, egy érdekes törvényt is ad a Tóra, miszerint a királynál mindig legyen egy Tóra tekercs. Mindig fogja a kezébe. Sőt, minden évben egyszer, amikor van egy zarándokünnep, és minden zsidó elmegy Jeruzsálembe, olvasson fel belőle egy részt. A királynak valamilyen módon elvileg műveltnek kell lennie, ismerni kell a Tórát, tartania kell, vigyáznia kell. A király szimbólumá válik a zsidó népnek, de még egyszer mondom, a Tóra nem figyel arra, hogy ha a népnek van egy igénye, ezt vagy azt szeretném, akkor nem azt mondja, hogy tilos, nem szabad, azt mondja, hogy gyere, oldjuk meg a problémát. És akkor legyen egy király, de így, legyen valami előírás, de így, és erre is beszél a Tóra pontosan, így mondja ez a heti szakasz, hogy idézem, a tan szerint, amire téged tanítanak, az ítélet szerint, amelyet kimondanak neked, cselekedjél, ne térj el a szótól, amelyet neked mondanak, se jobbra, se balra. Azaz,
egy, a Tórában minden szónak van jelentése, mindenki is veszőnek. Azt mondja, hogy mondanak neked. A Tóra maga egy olyan szövegé válik, amelyik a leírt szöveg mellett teljesen autentikusnak kezeli a szóbeli hagyományt, a misnát, a talmudot, és amikor azt mondja a Tóra, üljél sátorba 7 napig, az nem azt jelenti, hogy az ember bőle sátorba és bentül 7 napig, a rabik elmondják azt, hogy mi a sátor, hogy néz ki, elmondják mi az, hogy bent ülni, az bent lakozni, életvitelszerűen vagy nem, bent enni, vagy mit nem lehet bent csinálni. Tehát a Tóra egy olyan szöveggé vált a történet folyamán, amiben a rabbik, a vallási vezetők értelemszerűen és aktuálisan be tudnak nyúlni. Azaz értelmezi a Tórát, a kívásokra válaszolnak. Most mondanék egy aktuális kérdést a Lombi Baby programtól kezdve egészen a dohányzási vagy autóvezetésig. Tehát mindig olyan dolgokról is a rabbiknak kell beszélni, amíg a Tórában magában nincs benne, de a szakemberek ezt kitanulják, kikövetkeztetik, és gyakorlatilag a rabik feladata ebben elmúlt 3000 esztendőben az volt, hogy a Tórát élhetővé tegyék, hogy azt mondhassák, hogy amit én mondok neked, azt meg tudja tartani. Hát a rabbi olyat mond, amit nem lehet megtartani, a zsidóság el fog tűnni. Rabbiknak úgy kell a Tórát interpretálni, magyarázni, tanítani, hogy bárki, aki hallgatja, azt mondja, igen, az enyém, ez fontos nekem, ez hozzám szól. És lesz legyen az akár egy szelidebb törvény, akár egy szigorúbb törvény, megtalálja a rabbi a hangot mindenkivel. És nem csak a rabbi, a kommentátorok, a közösségek. És amikor arról beszélünk, hogy shoftim, besotrim, tehát bírák és felügyelők, ez igazándiból nem azt jelenti a zsidóságban, hogy valami nagyon erőszakos dolgról van szó. Olyan emberekről van szó, akik abban segítik a népet, hogy tudják a hagyományt tartani. És még egyszer, ugye ott áll a zsidó nép a Szentföld határán, ott áll sok-sok ember, mindjárt belépnek pár nap múlva az ígéret földjére, és Mózes a maga szerítségével magyarázza, tanítja a népet, hogy valóban ez a törvény számotokra nem valami nagyon messzi dolog, ami a tengeren túl van, vagy a hegyen túl van, azt mondja, hogy ott van nálatok, szívetekben, a lelketekben, a tetteitekben, és ebben bizonyos önuralommal legyetek önmagatoknak a felügyelői, amelyik mondja, tanítja nektek, hogy igen, erre induljak el, vagy arra induljak el, és azt mondja, jó Isten, a zsidóság mit mond nekem, mit tanít nekem, és gyakorlatilag ez a túlélés könyve. És amikor a királyról beszélünk, hogy a Tóra legyen mindig nála, pont erről szól, hogy az ember önmaga királya is, önmagunk ura vagyunk, saját döntésünk van, de a Tórát azt ne felejtjük el. Én kívánok mindenkinek Sabbat Shalomot, Good Shabbat, és azt, hogy ezen a héten is a heti szakasz olvassuk el, gondolkozunk el rajta, hogy számomra mit mesél, mit mond, és vajon ez a bizonyos Tóra tekercs, ami a királyoknál ott van nálam is. Ha nincs ott nálam, akkor keressen meg, és én is olvaskassam reggel és este, és lássam azt, hogy ez egy milyen csodás és milyen szép dolog. Shabbat Shalom. Mai alkalommal, ez körülbelül egy olyan 30-35, tehát meglátjuk plusz-minusz előadás témája, magyar kántorok, világhírű kántorok. Itt vannak bizonyos ellentmondások, majd meg fogjátok látni miért. Mielőtt megtartanám az előadást, szeretnék köszönetet mondani Róth László kollégánknak, Róth tanárnak, ő van, hogy csendben mindig meghúzódik. Mi is kapcsolódik. Ugyanis nagyobb részt az általam elmondott anyagokat a Róth tanár úr álmodja ide, úgyhogy amit fognak látni, az nagyobb részt a Róth Lacinak köszönhető, én csak egy interpretátor leszek, meg némi inspirátor. Hát tudja, ilyesmit tud csinálni, a maga nemében teljesen egyedülálló.
híres magyar kántorok, amit én kiküldtem nektek, talán láttátok, hogy a magyar szó után van egy kérdőjel, hogy biztos, hogy mindegyik magyar-e, vagy magyar származású, hát nem mindegyik, sőt úgy kell mondjam, hogy hát van, aki magyarrá lett. Azaz, amikor megkérdezték tőle, hogy hát ő hol volt kántor, korábban mindig azt mondta, hogy Magyarországon, miközben ő munkácson volt kántor, és a munkács, az a mai munkács, ugye nem ugyanaz a munkács, mint korábban, ismeritek azt a klasszikus történetet, hogy hogy van az, kedves bíró úr? És jönnél, látom, hogy mosolyogott, hogy hogy van? Elmondja? Hát... Kicsit hangosabb, mert süketek vagyunk. Ja. Nem mindegy olyan fiatal, mint kedve. Vannak hasonló hozzá, hogy... A Magyar Királyságban voltam tanonc. Igen. Onnan felszabadultam Csehszlovákiában. Igen. Üzletet nyitottam... Szovjetunióban. Júdíva mentem. Ukrajna, és milyen mozgalmas élete volt, pedig kisebb mozgalmas élete volt. Kisebb mozgalmas élete. Hát igen, ugyanis ez a mi első kántorunk, akiről majd beszélünk, akit Josselen Rosenblatnak hívják. Ha valakit személy néven hívnak, az rendben van, mondjuk, hogy Józsi. De a Józsi K-nak hívjanak, azért elég lesz. A Josselen az egy többszörösen kicsitő jelző, de mielőtt ezzel ránézünk erre a térképre, megnéznénk, valamit szeretném, hogyha meghallgatnánk. Ha véletlenül ismerős lesz a dallam, 3 perc, aki fogja énekelni, már régen, sok-sok évtizede nem ér, de hát a kor és sorstársaim meg fogják ismerni, nem csak a hangját, hanem meg fog jelenni nyilván a idézővel a képernyőn. Kérem, nézzük meg, hallgassuk meg, és utána ezután fogunk beszélni. Az édesanyámnak olya fehér, mint a hó, oly hajlott, oly megtört, oly szent, oly önfeláldozó. A legjobb falatot haszájától vonta meg. Nőttek a gyerekek, de ő közben megöregedett. Egy ősz hajóasszony, a kabátkája csupa folt, de egyetlen kincse a fiam mosolygása volt. Ó, mi koldus és árva vagy nélküle, mert őt pótolni nem tudja senki. Ezt a jó szívű őszhajú asszonyt, az egyetlen édesanyád. La 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 la. Gyorsan csókold meg elfáradt homlokát, nem a sírjára kelnék is 100 virág. Addig gondozzad, ápolj a dolgiat, az egyetlen édes kellene elmondani, hiszen mindenki tudja, Vámos János nem volt zsidó. És mégis valamiért őt, vagy a családját, lehet, hogy Zárai Mártát, aki szintén nem volt zsidó vallású, megihlette az a immár klasszikussá vált ének a hát ennek a ihletettségéről, a hátteréről, történelmi relációiról szeretnék a bevezetőben néhány szót szólni. Ez az ember, akiről most szó van, ő a felső sorokban, Rosenblatt,
eredete neve József, magyarul József, héberül Jossi, ez is tovább van beccézve, lett Jószele. Olyan fogalom a zsidó kantorművészetben, mint az egyetemes zenetörténetben, mondjuk azt mondják, hogy Kárhuszon, vagy Gigi. Nagyobb részt felülmúlhatatlan, talán azért is, mert az első volt a legnagyobb között korában is, és gondolataiban, és mélységében, és hang szépségében, és bármilyen furcsa, ugye 19. század harmadik harmadában született, a 1800-as, és megjárt nagyon sok helyet, egy pár szót, ha szabad mondanék az életéről, és utána rögtön meghallgatjuk a dallamot. Föl van sorolva, 1882-ben Ukrajnában született, majd ugye a korabeli zsidóság egyik nagy székhelyére, Krakkóba került. Nem tudom, a jelenlevők közül mindenki volt-e a mai Krakkóba, amely nyomaiban még viseli az egykori zsidó metropolisnak a nyomait, ahol, ha bemégy, időnként megérint a 19. század végének, a 20. század első évtizedeinek hangulata. Rekonstruálni próbálták az egészet több kevesebb sikerrel, néha lengyelül, gyakran héber betűkkel, de jidisül van felírva a különböző egykori üzleteknek a helye. És egy ilyen kávéházba be is mentem, ittam egy fekete kávét a Julival, és a legnagyobb meglepetésem, a pincér odajött hozzám, és azt mondja, hogy nem azt mondta, hogy guten tag, hanem azt mondta, hogy guten tag, és utána was wünschen Sie. Szóval elég furcsa volt abban a helyen, és amikor néztem rá, azt kérdezte, hát amit da berivrit, beszélsz héberül? Szóval elég furcsa, és utána lengyelül is mondott, de sajnos ezt a szép szláv nyelvet nem tudom, ha bár van közöttünk a magyar rabikarban egy olyan kollégánk, első Kardos Péter, aki anyanyelvi szinten beszél lengyelül, meg szoktam jegyezni Kardos, akkor találkozott a magyar rabikar jelenlétével az egykori zseniális pápával, János Pállal Budapesten, akkor őt kérték fel, hogy bízták meg, hogy köszöntse őszentségét, és hát felvetődött a kérdés, hogy milyen nyelven köszöntse, és mindenki azt mondja, köszöntse héberül, hát mégis. Hogyha nem, akkor köszöntse jidisül, de köszöntse angolul. Aztán tudod mit, Péter, köszöntse olyan nyelven, ahogy akar. És ott volt őszentsége, ott volt a teljes magyar rabikar, az akkori magyar televízió, minden egyes jeles képviselő, és Kardos Péter ékes lengyelséggel köszöntötte a lengyel pápát, ami elég rendhagyó volt. A világ sajtó mindenhol megemlítette, hogy egy magyar rabbi lengyelül köszöntötte, mint érdekes. Szóval Krakkóba került. Nota bene, a mi úti tervezőnk, a Várnai doktor sok szép programot tervezett, idén tervez egyébként Szabadkára, és ha jól tudom, akkor Prágába jutott, hát előbb-utóbbtán Krakkóba is el fogunk egyszer jutni. Szóval Krakkóba került, majd vendégkántor volt, vándorkántor volt Bécsbe. Képzeljétek el, vándorkántor és vendégkántor. Hát az egy más dolog. Mert volt Magid, az vándorprédikátor volt. A rabbi végzés, nem volt neki helye. Egyik Sabeszkor itt volt, a másik helye. A következő helye Budapest, ahol itt se kapott. Nagyon szerették, de nem annyira. Aztán került munkásra, ott imádták. El voltak ragadtak, azt mondták, ott kapta igazán a Jószelet, a Józsika. Ő volt a Rosenblatt Józsika, az alkata speciális, egy nagyon alacsony ember volt, a kántorok egy jelentős része nem túl magas. Lesz olyan kántor, meglátjuk, hogy nagyon szép, magas ember. Ő egy kissé ember volt, tehát igen, dinamikus, a szépsége és megjelenése és lelki szépsége az tükröződött az arcán. Aztán gondolt egyet, átugrott a akkori zsidó világ egyik székhelyére, Hamburgba, majd Hamburgból egy jó nagyot ugorva New Yorkba került, de az se tartott hosszú ideig, mert New Yorkon belül elment Boropárkba, amely a zsidó világ
akkor zsidó világ csúcsa. Olyan, mintha vallási szempontból, mondjuk, mint azt mondanánk, valakit meghívnak az Oxford University-re, hogy legyen tanulmányozható egyetemet. Majd Jerusalemba került, ebbe a zsinagógába, ezt úgy hívják Beit HaKnesset HaShem Churva, a Churva elnevezésű zsinagóga, ez nem messze van a Sinatúrfaktól, durván egy olyan mondjuk 400-500 méteren légvonalban, amelyet különböző politikai és egyéb atrocitátos miatt leromboltak pár évvel ezelőtt, tehát 10 évvel ezelőtt az egészet felépítették, olyan szép, amelyet foghatott el nem lehet elképzelni. Az egyedi jelegi abban, hogy a fritzekrénye, két fritzekrénye van a zsinagógának, de nem két különböző ponton, hanem egyik fritzekrény a másik tetején. Teljesen lenyűgöző. Egyszer alkalmam volt arra sétálni és bemenni, gondoltam, hát ha valamit láttak a zsinagóga, ez nappal volt. Hát nem, hogy valamit láttam, a zsinagóga zsúfolásig tele volt. A bejáratnál egy kb. 20-szor vagy 30-szor 20 cm-es mini plakát, és kiról, ki mikor tart előadást. Kvázi szabad egyetem. 11 órakor Rav Shapira, 12-kor Rav Weiss, 13-kor, folyamatosan. Mindig van egy-egy szabad előadás, és a bejáratnál fekete kávé, teja, üdítő, mindenki, aki akar, de úgy mennek, mert is kávéznak is, de nem szajolnak, senki nem beszél. Oda ritka. És oda megy, isznak egy kávét, visszajönnek helyükre. Az utóbbi időben kezd a dolog eltúrulni, mert időnként még különböző kekszféleségek is vannak, ez aztán igazán megzavarja. Szóval ebben a Churva templomban fejezte be 33-ban működését. Bármilyen furcsa, hogy 33, ezek az 33, hogy fennmaradt néhány lemez utána. Ezek, kérem? A YouTube-on lehet őt hallgatni. Hát innen lehet, mert a lemezt rátették a YouTube-on. Én is onnan vettem minden anyagomat, szóval. Korábban, amíg a YouTube nem létezett, nagyobb részt kölcsönöztünk. Én adtam neked egy Josele Rosenblattot, te adtál nekem, nem tudom, egy teljesen. Szóval ez benne volt a köztudatban. Szóval ez a Churva zsinagóga, a maga nevében terjedt gyönyörű kupola van, fent egy elképesztő kilátó, szembe van kb. 30 méterre egy muzulmán kegyhely, és kíváncsi voltam, ezek nem zavarják-e egymást, hogy ez, de bennem érdekes volna, ott soha nincsen. Szóval az imádkozók között úgy látszik, hogy ott azon a helyen, hála Isten, idáig soha nem volt, legalábbis eddig nem volt semmilyen feszültség. Ha egyet tovább megyünk, Lacikán, akkor meghalljuk azt a dalt reményeink szerint, amelyből a Vámosi János ihlette a saját dallamát, az egy őszhajú asszony, hogy hangzik eredetileg? 30-30-ban. Will my eye akashe fregit, sucht mir wer es kennt. Mit welche Zeire fahr meigis, wenn Gott alle mehr. Me käuft uns nicht, dir keine Geld, das gibt mir nur im Sinn. Doch auch wenn fahren liegt durch euch bis Tränen fahren geht. Als zweite gibt man keinem nicht, es helft sich kein Gewehr. Oh, oh,
ember beleborzom, hogy majd 100 évvel ezelőtt rögzítették ezt a hanganyagot, és tartalmában kicsit talán banális, hogy milyen volt, amikor az édesanyám élt, és milyen volt, amikor az édesanyám meghalt. De hát nagyobb részt a jelenlévők azért tudjuk, hogy ez nem banalitás, ez nagyon mély érzés, milyen tragikus és milyen megrendítő, hogyha valaki elveszíti az édesanyját a maga fizikai valóságában, lelkiekben talán túlzásségében mondhatom azért emlékük, hogy ott él bennünk, és amikor az ember meghallja ezt az éneket, egy kicsit felkavar. Annak idén a Anna Frank gimnáziumban minden évben kétszer Hanukkakor és Purimkor volt egy nagyszabású rendezvény, és szinte rendszeresen visszatérő motivum volt, hogy valaki harmadik vagy negyedik éves gimnazista, végzős diák, elsőbb a lányok elénekelték a Jiddische Mamet. Soha semminek akkora lelki és érzelmi hatása nem volt ott a akkori közönségben mindig ez a bizonyos, amit aztán a Vámosi ugye átkölt, és azt mondja egy őszhajú asszony. Három énekest terveztem mai alkalommal, nem lesz három, csak kettő, mert sporrunk az időben. Jelesül beszéltem egy pár szót a Josele Rundzerlatról, minden idők legnagyobb elhunyt kántoráról. A másik, akiről szeretnék beszélni, őről már többször ezen a helyen bizonyos személyes és egyéb elfogultság miatt beszélnék, arról a kántorról, aki a mai kor legnagyobb kántora. Azt lehet mondani, hogy Rosenblatt volt a legnagyobb kántor annak idején, akkor azt szeretnénk bemutatni őt, aki ma a legnagyobb kántor a világon. Őt pedig úgy hívják ma, Moshe Stern, polgári nevén vagy böcsületes nevén, ahogy született, Stern Robert. Vagy ahogy általában hívjuk és ismerjük, ő a Stern Robi. Istennek kegyelméből a Robi 80 éves vagy 80 körüli, erről mennyi idős lehet a 82 talán, 82, mert úgy emlékszem, fel is van érte, igen, 35-ben született Budapesten. A visszatudunk ugrani egy percre, a kántor nagy Hasen család. Itt egy pici kis félreértés, nem a nagyforrósban volt, hanem a papa az a Garai utcában volt kántor, így igaz. A Laci, tehát a Moshe Sternnek az öccse, Stern László, ő volt a bátyja. Honnan tudod ezt, figyelni? Onnan tudja jól, hogy ez Ervinnek a nagybátyja egyébként, akiről is szó van. Az egész Klein család az egy hát, zsenikből áll, és ebben benne van a Mihászon. Ugye mindenki tudja, és mindig mozgódik. Hát az Ervin a legnagyobb élő kántor a Magyarországon. Bisson Bertrand Szancik, hát mi járveszünk se, ne? A jó Isten vigyázza. Minden magyar kántor ő tőle tanult. Meg nem csak magyar. Meg hát mi is sokat tanulunk, és tanulunk a magyar. Szóval, a Stern Laci, vagy ahogy mi hívtuk az én korom, a Laci bácsi, elképesztő figurája volt a magyar zsidó élet, a magyar zsidó személy életnek. Sajnos egy cukorbeteg volt, aztán a cukorbetegség rámment a szemére, és a utolsó időben egyáltalán nem látott. Talán egy fél évvel, egy évvel a halál előtt fent voltam a Nagysoros utcai lakásán, és kértem, hogy énekeljen nekem, hogy nem akar. Pedig a hangja még gyönyörűen fordult. Van nekik, volt egy gyönyörű, szép számuk, egy családi örökségből, Svájn, Mérkóm, Rakamin, Tózsi, egy világhírű szám lett belőle, amelyet gyerekkorában ez vitatott, hogy ő énekelt rajta, a Peti énekelt a Kelepén, ez sokat vitatkoztak rajta, de megmutattam a Laci bácsinak, és van egy pont, ami, legalábbis az a kasszett, amit én kaptam, kiesett, három vagy négy kaptus. És felmentem a Laci bácsi, mondtam, Laci bácsi, tessék nekem segíteni, mit? Szóval mutasd a fukám, és megnyomtam a Calypso magnumot, emlékeztek még erre a szóra, a Calypso. A legnagyobb jellegzetesség olyan nehéz volt, hogy nem leszállott a karja, vagy 20 kilót nyomott, és hát, szóval nehéz. Tény az, felcipeltem hozzá, ezt nem mutasd, bekapcsoltam, és az a
két vagy három tartó, szerintem várj, beleénekelem. És megnyomtam a felvétel gombot, hát olyan hang jött ki a szájából, hogy elképeszt. A maga nem miben teljesen fel. A Majsösten, mint látjátok, 48-ba került ki Erezbe, aztán a korabeli zsidóság egyik centrumában, Rhovotra kerül, vallási centrumban, a zsinagógának, majd Jerusalem, Hászlomónak, az Jerusalem központi zsinagógája, olyan, mint Budapest, amikor a dohánytemplom, már mi súlyában. Vallási árnyaltságában nem, mert ez egy ortodox templom, de nem bigottan ortodox, oly mértékben, ami számomra teljesen meglepő. 1984-ben voltam először Izraelben, két szombatot töltöttünk ott, és az egyik szombaton az a megtiszteltetés ért, hogy én beszélhettem a Jeruzsálemi templomba. Életem legnagyobb, hogy mondjam, izgalma felállni arra a szószékre, és ott beszélni, ráadásul héberül, héber anyanyelvnek előtt, hát enyhén szólva kicsit rázos. De odaállt mellém egy akkor erőterébe lévő relatív fiatal kántor, úgy hívták őt, hívják Naftali Hersti, szóval ne izgulj, apukám, nagyszerű lesz. És amikor megnéztem, egy gyönyörű nagy táliszót rajta, és a fején pedig egy olyan sisak, mint Magyarországon neológ rabbi, vagy a neológ kántor. És ebben a sisakban reverenda nem volt, táliszót. Tehát ilyen sisakat úgy élni. No, ennek a zsinagógának volt a főkántora, ma is Isten. Hosszú-hosszú ideig, majd elkerült ő is Boropárba, majd São Paulóba, végül 89 Budapest. Hát ez egy külön történet, ezt szeretném mondani, a többit majd elmondom a következő alkalommal. 1987-ben kaptam egy nagyon érdekes levelet az Egyesült Államokból, Miami-ból. A feladó egy Chaim Wiener nevű Tel Avivban született, de mint a neve is mutatja, osztrák származású zsidó ember, aki rendkívül jó gazdasági szakember lett, elkerült Amerikába, igen-igen nagy üzletember lett, a legelőkelőbb helyen lakott, vagy lakik a mai napig. A felesége az 1960-as évek végén, 70-es években Izrael szépség királyné volt. Egy fantasztikus, egy gyönyörű asszony volt, ma is az. És amikor összeházasodtak, akkor a felesége Balat Shuvával megtérő, a zsidóságba visszatérő. Szóval addig nem nagyon törődött a jidiskájtel, utána nagyon bekötötte a fejét, kalapotizett, mint egy elfigyelme, egy roppant, úgy is él, és él a mai napig. No, ez a Chaim Wiener, az ő férje, nagyon szereti a Chazon lesz a kántor zenét, semmi hangja nincsen, nagyszerű vallása van, de semmi éneke, semmi zenei képzettsége nincs, de imádja Chazon lesz. És egy nagyon-nagyon jó módú ember, és úgy döntöttek, hogy valamilyen módon a kántor művészetet elviszik Kelet-Európába, ne felejtsük el, 80-as évek közepén volt. Az nem volt egyik olyan könyv. Tény az, hogy amikor hozzám írta, vagy nekem írta a levelet 87-ben, akkor már voltak látogatóba Bukarestben, voltak látogatóba Moszkvába, ez volt a legnagyobb, hogy eljutni Moszkvába 1985-81 egy delegációval, kb. 5 vagy 6 világhírű kántorral. Tele volt az úgynevezett korázsinagon, nem tudom, 2000 ember, egy valóságos tüntetés volt ez, vallási értelemben. Valami mellett, nem valami ellen, hanem valami mellett. És utána írt egy levelet, hogy jönne Budapestre. Akkor némi nemű közön volt a Dohányi-Czeri zsinagógához, ők szeretnének a Dohányi-Czeri zsinagógába. Hát akkor elolvastam, hát nem tudtam, hogy mit csináljak. Majd ráadásul a Wiener azt mondta, hogy nem csak itt szeretne énekelni, hanem úgy szeretné, hogyha a magyar politikai életek a reprezentánsa is eljönnének erre a kontra. Hát akkor már vakartam a fejemet. Tehát mit írják, hogy mi van, aki azt mondja, hogy eljön a világ 5 akkor én legnagyobb kántora. Összeszedtem minden erőmet, bátorságomat, és akkori parlamenti képviselőként bementem a parlament elnökéhez. Úgy hívták őt, hogy Szűrös Mátyás. Hát nem mondom, hogy túl magabiztos. És mondtam neki, elnök úr,
kérdőjelünk, nem baj, valami ilyesmi. Nem, csinálják, jöjjön. Hát, megrendeztük. Ott volt akkor, vagy 8 vagy 10 korabeli miniszter, az államelnökkel együtt. És akkor megjelent a Kai Minner, bemutatta a jelenlévőket egyenként, utolsó előrébb bemutatta Arjen Braun. Néma csendet, nem is. Majd hozzátette Nandár tábornok, az izraeli hadsereg főkántora. Hát elég döbbenetesen. A másik alkalommal azt mondtam a Braunnak, ha már rég vagy, lépje fel zubbonyba. Az izraeli katona a véderő zubbonyába. Hát volt annyi esze, hogy ezt nem tette. Meg egy kicsit meggondolatlan voltam, de azt mondta, hogy ha elintézett, hogy az operába fellépjünk, akkor megmondom, hogy az izraeli honvédségnek vagyok a kántor. Bármilyen hihetetlen, utána lehet nézni a korabeli sajtónak. Első alkalommal Magyarország történetében a Magyar Állami Operaházban volt kántorfesztivál. Az évre már nem emlékszem, vagy 88, vagy 87, vagy 89. De egészen döbbenetes volt, amikor a jeruzsálemi nagy templom kórusának a karmestere vezényelte az operaház zenekarát. Döbbenetes volt. És ráadásul ennek a karmesternek, aki egyébként nem ortodox ember, csak hogy ortodoxoid ember, mind a négy ciszeszre kilógott a smokingja. Hát elég rendhagyó helyzet volt. És utána felléptek még egy helyen, és ez nem más volt, mint a Vigadó. Felejthetetlen. És utána két vidéki túra következett. Egyszer Szegeden, és egyszer Pécsre. Mind a kettő a maga nemében teljesen egyedülálló. Városok, ahol már nagyon kevés idősebb volt, és mégis valamit klasszikusan szokott. Ezeken a helyeken hosszú-hosszú évtizedek után újból énekelt valaki. Ő a mai korszak legnagyobb kántora, és ő Stern Robert, vagy Moshe Stern. Egyesek úgy hívják, hogy Maishele Stern, ugye kicsit még beszélszék is. Most már Istenek egyenlő, Isten humorra van, elképesztő humorra van, és még mindig gyönyörű hangja. A második részben szeretném, hogyha egy kicsit, ugye így nézett ki, fiatal, meg mélyfi, itt van a bizonyos kántorcsap, amiről beszél. Képzeld, Jeruzsálemi ortodox nagy templomban erről imádkoztak. A mai napig nem ő az utóda, aki egész életen magyar, úgy hívják őt, hogy Naftali Herstik. Őt akartam harmadik alkalommal bemutatni, de azt mondja, elhagyom a következő alkalommal, mert ez egy jó, elhúzom a nézés lakát. Judit, önöket bemutatom külön. Majd utána elmondod, jó? Mármint nem, ha nem akar befejezem, de lesz még róla külön szó, nem végül. Hallelujah.
A következőt, a Natali Hestiket, ezt tesszük a következő alkalommal, annak az lesz a címe, már megvan a címe, az a címe, hogy Farkaskölyköd. Hogy miért? Ausztráliában van egy világhírű kántor, véletlen magyar, úgy hívják őt, hogy Simon Farkas. Ő is magyar gyökerű, és a fia Dov Farkas, ő már Ausztráliában született, és közöttük fog énekelni a mai kántorművészet egy óriása, úgy hívnak, hogy Israel Helfgott, aki Tel Avivban született, és ennek ezt a triót fogjuk meghallgatni, de előtte nem felejtjük el a Naftali Hestiket, aki 1947-ben született, és Sárgottáliánban, így is beszélni magyar, de 48-ban vagy 50-ben kerültek ki, majd egy csodálatos, elképesztően aranyos család, de a legközelebbi alkalommal ezt is el fogom mondani. Tehát Josele Rosenblattot hallottuk durván 90-100 évvel ezelőtt, napjainkat most estem, és a következő alkalommal azt a Naftali Hestiket, aki elsőként a világon Tel Avivban megalakította a felsőoktatási színvonalú kántorképzést a világon, és ma minden chazn jelölt, aki kántor akar lenni, az mind-mind Tel Avivba megy oda hozzá tanulni. Magyarországról egy olyan ember került oda, és aki nála is tanult, vagy volt nála továbbképzés, nem más, mint a Nógrádi Gergő, és buszként mondja a Gergő, hogy ő Hestik tanítvány is, hogy miért, azt majd legközelebb elmondom. Kedveském, januárban ez a jellegű programsorozat tovább nem lesz. Februárban 4-én, ha Isten segít, ez egy vasárnapi nap, akkor folytatódik a király, vagy a Dáma király Ász című sorozat, és utána egy hónappal később, tehát márciusban jönnének a Farkas kölykök, és mindenkinek arról majd küldök értesítést. Köszönöm, aki itt volt, mindenkinek szép estét, jó pihenést, és Lájlá Toba, hogy éppen mondjam. Köszönöm, hogy itt volt. A lapszínűleg különböző.